Azt gondolom, hogy a Hunyadi tér egy központi helyszíne Terézvárosnak. Körülnézünk sokszor benne, ismerjük az épületeit már, ismerjük a térnek az összes zegét, zugát, és szerintem nagyon sokan vannak, akik nem is tudják, hogy a Hunyadi tér három alatt zsinagóga van, méghozzá nagyon régen. Hogy egy kicsit a zsidóság életét és a terézvárosi zsidók hitéletét bemutassuk önöknek, meghívtuk ennek a zsinagógának a vezető helyettesét, a rabbi helyettesét, egyházi vezetőjét, mindent megpróbáltam elmondani, Fináli Gábort köszöntöm szeretettel. Az apropó, ugye, amit a híradóban is láthattak, hogy ünnepséget tartottunk most egy megemlékezést a Jókai téren, amely minden évben gyakorlatilag megrendezésre kerül, de most tényleg egy picit ettől az apropótól szakadjunk el, és nézzük meg, hogy milyen a zsidóság története és az egyházi élete, hitélete itt Terézvárosban. A Terézvárosra, a Terézváros élen járt abban, legalábbis később, amiből Terézváros lett, a pesti zsidó élet kifejlődésében, hiszen ez volt az első olyan kerület, Lipótvárossal együtt, ahová a zsidók letelepedhettek az 1700-as években, és akkor itt érik el az ezres számokat, és 1399-ben vannak ilyen konkrét adatok, hogy itt ugye ebben a két kerületben már 1000 száma mérhető a zsidóknak a száma, úgyhogy végülis ez a magja a pesti zsidóságnak a legújabb korban. Azért mondom így, mert hogy ugye a zsidóság a Kárpát-pencébe elvileg a tudomány szerint jelen volt már a rómaiak idején is, de voltak évszázados kihagyások, illetve nem volt folytonosság. Azok a zsidók, akik itt voltak a török alatt, vagy akik itt voltak Mátyás alatt, vagy Árpádék alatt, az nem ugyanazok a zsidók, máshonnan érkeztek. A legutóbbi folyamat zsidó bevándorlása a török kiűzése után érkezett meg, és itt Pest környékén, tehát Pesten, a Terézvárosba jöttek be össze. Hogy egy picit még a történelemre és erre az időszakra visszatérjünk, van-e arról valami kutatási, vagy önnek valami ismerete? Mivel foglalkozott annak idején itt a pesti zsidóság? Hát általában ugye, mivel az volt a módi, hogy a királyi, illetve nemesek birtokán lakhattak, illetve ott volt szállásuk, és a szabadvárosokba csak kereskedni jöhettek be, vagy adni a portikájukat, vagy bármilyen fajtaképpen kamatoztatni, vagy nyújtani szolgáltatásaikat. Ezért nyilvánvalóan olyan munkával rendelkeztek, ami hiány volt, amit a adott város, így Pestnek a céhei nem néztek rossz szemmel, vagy nem kezeltek konkurenciaként, illetve amit magukat tudtak cipelni, mert ugye estére nem maradhattak bent a olyan városokban sem, mint Pest, csak később. Amikor aztán le is telepedhettek. Igen, amikor le is telepedhettek. Végül is eljutottunk oda az 1880-as évek, 1890-es évek végére, hogy letelepedhettek, itt maradtak, és akkor a hitéletet is szerették volna már úgy megélni, hogy legyen hozzá saját templomuk, zsinagógájuk. Igen. Így került sor a Hunyadi téri zsinagóga megépítésére. Milyen ez a zsinagóga? Hát csak annyit javítanék, persze tökéletes volt, amit elmondott, de hogy 1880-1990-1900-ra a zsidóság már masszívan Pesten jelen van. Nem tudom pontos adatokat, de minden hatodik, hetedik ember a hatodik már Pesten zsidó származású volt, így Terézvárosban is felülreprezentálva voltak a zsidók, és nagyon sok zsinagóga épült. Egyszer hallottam ezt a számot, nem tudom, hogy pontosan nem néztem utána, de 250 imahely volt Budapesten, és ez persze nem azt kell elképzelni, hogy minden zsinagóga úgy néz ki, mint hogy a dohány zsinagóga, ugye, hanem a legtöbb zsinagóga, vagy a legtöbb ilyen imahely, ezeknek van ilyen jiddis nevük, stíbl, meg egyebek, nem akarom ezzel terhelni a nézőket, de a fontos az, hogy 15, 25, 35, 40 fős kicsi helységek, házakban, lakásokban, földszinten, a bérházakban, ahol működtek ilyen imakörök, és ott folytak az imák. Ilyenből volt ilyen jelen nagyon sok. A Hunyadi tér is ehhez hasonló mintára épült, ez egy kívülről felismerhetetlen, az épületbe teljesen beleolvadó, semmilyen külső jegyet nem magánhordó zsinagóga, első emeleten van, úgyhogy tényleg csak az tudja, aki már járt ott, vagy tényleg
talán azt mondja, hogy egyben, miért van egyben, nincs akkor a lakás, amikor, amikor ki van világítva, mondjuk lentről a zsinagóga. Szóval a Hunyadytér is 120 évvel ezelőtt pont egy ilyen zsinagógának a házzal együtt már így épült meg, hogy a szerintem András utat kiépítették, akkor ugye épült fel ez a rész, és egy nagyjából 100-130 férőhelyes zsinagógának épült ez annak idején, és még mesélték nekem öregek, akik a 40-es években, 50-es években látták ezt működés közben, például a nagy ünnepeken, azt mondták, hogy olyankor a meglévő 100-120 férőhelyre, amit a padok jelentik, azon kívül még állónak, illetve még ott a közösségi helyiségben, ahol az étkezés esetleg zajlik, plusz a folyosókra még megérkezett 150-200 ember, szóval így tényleg nagyon nagy tömeg volt, és volt is ragaszkodása valamifajta képpen a hagyományhoz. Ez az nagyon fontos dolog. Most lehet tömeg, csak kevesebben érkeznek. Hány főre tehető most ennek a egyházi közösségnek, vallási közösségnek a létszáma? Ez mindig egy nagyon bajos dolog, gondolom más vallásoknál is. Igen, vannak, akik eljárnak. Vannak, akik csak ünnepekre vannak el, valakik havon. Ez mindig azt mondom, hogy ilyen holdudvarok vannak, és akkor van az első kör, aki hetente, a havonta lejárok, a fél évente lejárok. Szóval, hogyha megnézzük azt, hogy akár elmúlt egy év, amióta én átvettem ennek a zsinagógának a vezetését, hogy azóta nagyjából milyen holdudvarok alakultak ki, hogy azokat összeszámolva, vagy a levelezés, idestánka, stb., ugye ezek a szép nagy számok már, de hogy így akik lelejárogatnak, abból van egy olyan 100 valahány ember. Az végül is nem kevésnek mondható, hogyha mondjuk 120 férőhelyes eleve ez a zsinagóga, akkor azt mondom, hogy egy egész jó terítettséggel működik. Térjünk egy picit vissza a mai életre, hiszen az embereknek olyan furcsa a valláshoz, a hithez való viszonyulásuk. Az egyik fele nagyon kívánja, nagyon keresi, a másik fele teljesen elutasítja. Volt ugye egy ateista időszakunk, amiben nagyon sokan háttérbe szólítottak, adották a vallásukat. Érezhető volt-e ez az időszak az önök közösségében, vallási közösségében? Persze ezt csak hallásból tudhatja, de saját tapasztalatot is mondhat, hiszen hát fiatal emberről van szó. Tulajdonképpen még nem ért el a 40. évét, és egy vérbeli fiatal emberről van szó, aki zenél, rockot énekel, és majd erre is fogunk egy picit kitérni a beszélgetés alatt. Tehát két lábbal áll ezen a földön, családdal, gyerekkel. Nyilvánvaló, amikor kistini voltam, és amikor a rendszerváltás lezajlott, ugye én magam is 12-13 éves voltam, 90-ben, akkor is mentem különben át egy zsidó iskolába, akkor állandóan egy reneszánszról beszéltek, és tényleg valóban a zsidó iskolák, a zsidó ifjúsági szervezetek, kulturális egyéb intézmények, újra alakult, vagy frissen alakult szervezetek óriási érdeklődés és látogatottságot élveztek, illetve kapkodták a új kiadványokat, egyebek. De, és akkor azt mondom, hogy én egy reneszánsznak a része voltam, amikor ebben így becsatlakozhattam. De mostanában, amikor hallom ezeket a beszámolókat, az 50-es, 60-as években ugye a legkomolyabb és a legszigorúbb és a legkegyetlenebb időszakokról, akkor hallom, hogy mekkora tömegek voltak, amilyenek ma nincsenek. Uh-huh. És 91-2-ben se voltak. Szóval, illetve azt mondjuk, hogyha csak megnézzük, ugye szintén ilyen mérőfoka lehet a vallásos elköteleződésnek az, hogy mondjuk hány helyen lehet a városban kóser húst kapni. És, itt a kerületben lehet egyébként? Nem tudom, hogy a Dob utca az nem a kerület, az a hetedik kerületben. Szóval legközelebb a hetedik kerületben lehet kapni, illetve ott van kettő, de a két ilyen húsbolt, viszont a másik is most nem még nyílt, ahol húst lehet kapni, szóval csak egy volt. És a 70-es évekig, vagy a 60-as évekig, mint a Hunyadytéri piacon, de más piacokon is volt kóser stand. Ami eltűnt, mert kihalt az a réteg, aki ezt igényelte, és eltűnt, de a 60-as évben még volt. Úgyhogy reneszánsz ide, reneszánsz oda, a beállítás kérdése, és nyilvánvalóan minden generáció magáról azt hiszi, hogy az a nagy generáció. Még a háború alatt is, és még a Rákosi vagy a Kádár korszak legelején is
nagyobb volt a kóser húsfogyasztás, mint most. Úgyhogy ez mindenképpen érdekes. Érdekes, illetve árnyalja azt ezt egyértelmű képet, hogy sötétségben bolyongtunk, és akkor utána jött a világosság, mert hogy reneszánsz volt, de valóban talán a mai felgyorsult világban az emberek élményt akarnak, viszont utána esetleg az idejüket, pénzüket, erejüket nem teszik, izzadságcseppjeiket nem teszik oda amellé, amihez elvileg tartozni vélik magukat. Vallásos gyermek volt ön? Nem. Mikor? Úgy hiszem, hogy igen. Isten hívő voltam, de nem voltam vallásos. Én is egy felettébb asszimilált családba születtem bele. Engem a rendszerváltás után ugye ebbe a újjainduló egyik ilyen intézmény iskolába irattak be, a Veselin utca iskolába, és utána pedig volt szerencsém még Izraelbe is kinélni, és ez az iskola Izrael maga egy szekuláris állam, de utána is visszakerülve a zsidó gimnáziumban, nem annyira vallásos gimnáziumban, de zsidó gimnáziumban jártam, úgyhogy ez mind-mind hatott arra, hogy aki lettem, vagy ahogy gondolkodom. Úgyhogy én adott, de viszont mindenhol volt 20-30 osztálytársam, és évfolyamtársaimból szintén sokkal több, és hogyha a Facebookon végignézem a mai arcokat, hogy ők mit csinálnak ünnepek alatt, vagy hogyan öltözködnek, vagy mi az, ami nekik érdekes az életben, akkor nem azt mondom, hogy hatott volna rájuk, hogy az intézmény, ahogy rám hatott. De ezek szerint önre hatott. Ott határozta el, hogy rabbi lesz? Nem. A cserediák voltam az Egyesült Államokban, Seattle-ben, és ott volt szerencsém egy közösséget megismerni, és miközben oda lejárogattam, hétvégi szinten, levelezben voltam az itthoni osztatársaimmal, akik jóban voltak a rabbi képzősökkel, és akkor ezt a két dolgot így összekapcsoltam, hogy ugye versenyszférába menni, vagy hova menni, mit csinálni, stb. És így azt mondtam, hogy én szeretek emberekkel foglalkozni, én szeretek így ilyen a transzcendens felé idegenvezető lenni, végülis a rabbi csak ez, és hogy megpróbálnám, de nem elsőre lettem. Szóltam, hogy egyszerűen voltam rabbi képzős, de ott hagytam, és 8 évig távol jártam. Miért és úgy ott? Jöttem vissza. Csak nem, mert 19 évesen az ember megijed a dolognak a súlyától, illetve olyan dolgokat, amiket megemészthetetlenül nehéznek gondol, vagy akkor hisz, arra 28 évesen visszanézem, már másképp látja. Tehát meg kell bölcsülni. Nem véletlen, hogy akkor azt szokták mondani, hogy a rabbik általában nagyon bölcs emberek, és tanácsokért fordulnak hozzá. Ez a mai nap is így történik? Hogy kikérik a tanácsot? Egyszer volt egy izraeli rabbi, aki esélt egy másik rabbiról, aki Sydneyben, vagy nem tudom, hol volt rabbi, és így mindig két-három év után ott akarta hagyni a közösséget. És akkor megkezdték, hogy hát rabbi miért? Hát minden megvan, itt egy közösség van. És akkor azt mondta, hogy így az lehetetlen, hogy a rabbi mindenhova egyedül megy. Mert hogy így más helyeken ugye mindig valamivel faggatják a kérdésekkel. Ugye ez abból fakad, hogy a zsidó élet legyen az a konyha, de most manapság már az űrkutatás, vagy a szervátültetés, mindenről van véleménye, és próbálja az alkotmány, a Tóra alapján értelmezni, és ugye a rabbik nem mások, mint alkotmánybírók, vagy akik alkalmazzák az elvet a gyakorlattal összehozzák, és mivel mindig a gyakorlat új és új eseteket szül, vagy elvi, vagy családi kérdések lehetnek, abban szoktak volt a rabbihoz fordulni. Magyarországon kevésbé fordulnak a rabbihoz, vagy nagyon modern kérdésekkel, aminek valláshoz nincsen köze. Szóval nem a hűtőszekrény tartalmáról kérdeznek, hogy mi legyen összetétele, hanem valami egészen másról, ami persze vicces, de mondom, szóval a rabbik és a tanácsok, ez igen, egy nagyon nagy kérdés, ebből a részéből fakad, amit elmondtam eddig, amit ismerünk Magyarországról a viccekből, vagy a filmekből, az a rész viszont abból fakad, hogy a vallás jogon túl az elmúlt 250 évvel ezelőtt kialakult egy vallási mozgalom, a haszidizmus. És a haszidizmusban ott megszülettek a rebék. A rebe az nem az, mint a rabbi. A rebe az rabbi plusz guru, aki valami teljesen egy más ilyen szellemi vezető, pontosan megfelel az indiai gurunak, és nyilvánvaló
a viccek és az állandó minden egyes apró mozdulatommal faggatni kell, mert ő az én lelki tanítómesterem, nem csak vallási jogászom és teológusom, hanem lelki vezetőm. Ez sokkal inkább a rebék világából fakad, ami persze tovább csapott és átterjedt esetleg a haszid környéken, vagy a haszid világon túlra is, csak a haszid világban ez tényleg ezerszeresen komolyan veszik, és oda teszik a mindenüket, ahova a mesterük mondja. Érdekes világ lehet ez mindenképpen. Lehet, hogy azoknak teljesen természetes, akik ebben a vallási közösségben élnek, és élik meg a mindennapjainkat. Mi ugye azt gondolom, akik nem zsidó vallásúak vagyunk, azok a filmekből tájékozódnak elsősorban. És akkor egy picit itt vissza is utalnék arra, hogy ugye mi a rabbikat, a vallási vezetőket, ugye, és ezeket a rebéket tényleg a filmekből is ismerjük meg. De hogyan, például önből hogyan lehetne rebe? Tehát mit kellene ahhoz csinálnia? Tehát tudom, hogy még előbb rabbinak kell lennie, mert most még csak rabbi helyettes, de tehát minek kell megfelelni egy embernek ahhoz? És hol van az a határ? Hát rebévé az ember mai világban szinte azt mondom, hogy nem válhat, mert hogy ez a közösség, ez a haszid mozgalom, a szelidek, a kegyesek mozgalma, ami elindult így a 1700-as évek legelején Ukrajnában, illetve a Kárpátoknak az északi lejtőin, így lengyel-ukrán határ környékén, nem messze Magyarországtól természetesen, ez ilyen mozgalom volt, ahol a kicsit az abban a régióban és abban a korban megcsontosodott és rideg és elitistává vált rabbi világa, és az akkori katasztrófák, amik történtek a zsidósággal, adott válasz volt, és egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy hippi mozgalom, ez túl durva lenne a párhuzam, de mindenféleképpen egy ilyen laza, misztikus, esztatikus, igen, talán így mondják, mozgalom volt, ahol a zene, a révület, az öröm, az és az ima volt a fő, és nem pedig a tudás és a tanulás. Ugye tudás és tanuláshoz nem mindenki van agya vagy feneke, hogy ezt csinálja. Viszont imádkozni, jó, nagyokat nevetni és énekelni mindenki szeret és tud valamennyire. Úgyhogy, és táncolni. Úgyhogy ez egy ilyen mozgalom volt, ami nagyon sokakat megérintett, de két generáció vagy három generáció elteltével ez a mozgalom is a hasonló sorsa jutott, mint ami ellen lázadt, és megdermett, és külön udvartartások alakultak ki, ahol a örökletes módon adták tovább a rebék a gyermekeiknek, vagy a vejüknek a posztot, és... Hát attól pont elvesztette a jelentőséget, amitől valaki igen, rebe. De ugyanúgy, hogy a ruházatokat megnézzük, az is megdermett. A legtöbb haszid... a kaftánja alapján, vagy a ünnepnapon viselt strájmlő alapján, ami ugye egy lengyel viselet, a 500-ason ugyanolyan strájmlő van a Rákóczin, vagy a ruhájuk, az evési stílusuk, a étkészletük, szóval nem nincsen nagyon villa, mert abban az időben csak a keresztény urak használtak villát, stb. De lényeg az, hogy így vagy nincsen manzsettagobjuk, vagy nincsen nyakkendőjük, szóval így nagyon sok minden van, amit vagy teológiai, vagy ilyen hagyományos okokból nem használnak. Őknek megszakadt a történelem 1780-1800-ban. És azóta próbálják megtartani azt, amit már rég elment mellettük. Egy óriási világot mutatnak, hogy a klezmer zene végül is az ő hódudvarukból kerül ki például, ennek a vidéknek, ennek a kultúrának, vagy szubkultúrának a vidékéről, de ja, szóval rebének nem lehet tanulni, olyan családba kellett volna születnem, és akkor, ha az én apukám volt rebe, akkor egy rebének a lányát kellett volna elvelem feleségül, de sose adnák hozzá egy olyanhoz, aki csak később lett vallásos, és nem abba a udvartartásba, vagy abba a körbe jár. Körben vannak nagy, és vannak kicsi ilyen haszid mozgalmak, körök. A egyik legnagyobb világot meghatározó, világon lévő haszid mozgalom, ami majdnem kiirtottak a második világháborúban, mégis újra erőre kapott, az a szatmári. A szatmáról való haszid mozgalom, a másik a lubavicsi, viznici, ezek mind ilyen. Egy picit az előbb említettem már a klezmer zenét, és én az előbb említettem már a nézőknek, hogy énekel, rockot énekel, zenekara van, és gyakorlatilag
színpadi emberként is tevékenykedik. Na most akkor a rabbiság, a zenéje, az ének, az hogyan válik szerves egészé? Amint ugye mondtam, hogy ugye mind a kettőben felmerült a beszélgetésünkbe, egyszer ugye a rabbi azon kívül, hogy tudja az utat, amin járni kell, vagy is tudja azt tolmácsolni, interpretálni a szövegekből, mert ismeri azokat, azon kívül egy ilyen teológiai, persze nincs teológiai zsidóságban, de mégis egy ilyen filozófiai és múltra tekintő, hagyományt bemutató idegenvezető. A másik, amit mondtam, hogy ezt minden fórumon az ember színpadon megteheti, mint ahogy a zsinagógában is, úgyhogy csak a porond más, de ugyanazt csinálom ott is. Illetve a másik az, hogy a zsinagógában, ahogy mondtam, bár volt reneszánsz az elmúlt 25 évben, még sincsen annyira tele, mint amennyire kéne tele lenni a papírforma szerint, vagy mit szeretünk magunkról mondani, hogy micsoda forradalom zajlott le, és ezért próbálok azokkal a zsinagógai dalamokkal, magyar hagyományos zsinagógai dalamokkal, izraeli, marokkói, egyéb dalamokkal összegyúrva, rokkosítva kivinni a színpadra, és ha az emberek nem jönnek be a zsinagógába, akkor a zsinagóga utánuk megy a színpadra. Ilyen napon, és akkor ezért ez zsidózene, ez héberül van legtöbbször, 90%-ban, viszont nem klezmer. Ez nagyon fontos, hogy a klezmer korszak ugyanúgy, amikor a haszidok virágoztak, vagy az ő korszakuk ugyanúgy megfagyott, az egy ablak a múltra, a klezmer végül is, én ezt szoktam azt mondani, egy zenei Jurassic Park, de az a világ eltűnt, sajnos, vagy nem sajnos, de eltűnt. Amit mi játszunk, azok a ma használt, vagy használható, mert mindenre van 500 dallam, de amit ma szeretnek az emberek, és együtt is tudnak énekelni, mert könnyű dallamok, azoknak egy kicsit átdolgozott, föltuningolt változata. Hogyan fogadják az emberek? Kik a közönség? A közönség, ugye nem annyira régi zenekar ez, úgyhogy de volt, túl vagyunk már a 7.-8. fellépésen is, a nagyokat ideértve, és eddig a siker, illetve a fogadtatás az nagyon pozitív, azt mondja, hogy siker, azt nem tudom, hogy milyen a siker, de a fogadtatás az nagyon pozitív, és el kell, hogy mondjam, hogy a felkérések fele, illetve a közönségnek a fele kifejezetten hívő keresztény közösségekből kerül ki. Hát én nagyon remélem, hogy a Hunyadi téren egy koncerten fogunk találkozni egy szombat délelőtt. Szombat délelőtt, pont bajban vagyunk két hirtelen. Ott a basszusgitár vagy a doboz megszólaljon, de Isten segítségével idén még lesz a Terézvárosban koncertünk. No, akkor majd a koncert előtt beszélgettünk, hogy megkívjuk rá a kedves nézőket. Zárszóként, mennyire tudják, hát önnek, mint rabbinak kötelessége a hagyományokat tisztelni és tartani, és az emlő bemítette, hogy ugye arról is meg kellene kérdezni, hogy a hűtőszekrénynek mi a tartalma, és hogy hogyan készítjük el a kóser ételeket, stb. Mennyire tartják ma az emberek a vallásokat, a zsidó emberek itt Terézvárosban, illetve mennyire liberálisak a zsidók a vallásokban? Hát hány óránk van most észre? Úgy kezdik, hogy a zsinagógában nem csak, vagy főleg nem, szóval nem csak terezvárosiak járnak. Szóval Óbudától a Ferencvárosig hozzám járnak. Manapság az emberek rabbit választanak, és nem zsinagógát általában. Vannak olyanok, akik a zsinagógát ragaszkodnak, mert oda jött a nagypapa is, és mindegy, milyen rabbi van ott. Ez a kisebbség, a többség az rabbi után megy. Ez jó. Ami pedig a vallásságot illeti, hát amit elmondtam a húsboltokról, az eufemisztikusan utalt arra is, hogy van ragaszkodás, viszont a kényelem sokszor, vagy a pénztárca, amit meg tud engedni, stb., az határt szabhat. Vagy mivel az zsidóságnak az önképe megváltozott az elmúlt 200 évben a francia forradalom óta arról, hogy mit jelent, és, vagy mitől zsidó a zsidó, vagy ki a zsidó, ugye egy ilyen teljesen tisztán, szinte tisztán vallási alapú. Ha megtartom a Tórát, akkor zsidó vagyok. Ha betértem, akkor zsidó vagyok. Ha nem tartom be, akkor megtagadtam, akkor nem az vagyok. Ez elmozdult erről az álláspontról egy ilyen etnikai álláspontá. Nyilvánvalóan ezt alátámasztotta erősen a
szekularizáció, hogy akkor valami megmaradjon abból, hogy mi a zsidó identitás, rátett egy lapáttal a holokauszt, ahol bármit gondolt az ember, akkor is elvitték, de a cionizmus is, ahol, ami egy nemzeti alapon akart megcsinálni az államot, a zsidó államot. Úgyhogy ma hiába mondja el sok rabbi a szószékről, hogy milyen a jó zsidó viselkedésmód, az emberek meghallgatja, sok ember megszívleli, sok ember pedig meghallgatja, és azt mondja, hogy én akkor is zsidó vagyok, csak nem ilyen. De szóval a mai világ egy nagyon kusza világ, átalakulóban van, egy komoly transformáció van, az, hogy hol leszünk 200 év múlva, az a mi munkánktól is függ. Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztotta velünk. Jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt már a Terézvárosi Magazin. Tartsanak még velünk most is, hiszen következik ismét az Ez történt a héten című összeállításunk. Én pedig jövő héten várom önöket ismét. Viszontlátásra!